Jó estét kívánok! Kétharmados csapattal kezdjük a naphírét, de ide várjuk Szelényi Zoltánt is, és ha minden igaz, 5 percen belül itt is lesz. De itt van már Barna Zsuzsa és Gréci Zsolt, köszönöm szépen. És bele is vágunk, mert elsőre egy bonyolultnak tűnő, de nagyon érdekes történet jön a naphírében, amit a 24.hu újságíróinak hála ismerhetünk meg. Dióhéjban annyi a történet, hogy több mint 300 millió forintot külföldi forrásból kapott egy magyar alapítvány határon túli magyar fiatalok támogatására. Aztán ebből a pénzből valahogy egy második kerületi villa jött létre, meg egy Audi A6-os, de mindenre van magyarázat az alapítvány vezetőinek, ezt is megmutatjuk a bejátszásban. Kövér László kabinett főnökének családtagjai laknak abban a lakásban, amelyet határon túli magyarok támogatására szánt pénzből vettek, derítette ki a 24.hu. A portál információi szerint a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány 320 millió forintot kapott határon túli magyar fiatalok támogatására. Ebből 240 milliót egy 5 szobás, 164 négyzetméteres lakásra költöttek el. Ezt használja most a házelnök munkatársának családja. Az alapítvány a lakás mellett egy Audi A6-ost is vásárolt 13 millió forintért, amit a szervezet elnöke használ. A határon túli magyaroknak szánt pénzből 4 ember kapott támogatást 2,4 millió forint összegben. Egyikük az alapítvány elnökének sógornője. És ugye a magyarázat úgy szólt, például erre a támogatásra, hogy ő és a férje is elvesztette a munkáját a koronavírus járvány idején, amit kapott, azt majd támogatás formájában vissza fogja adni, és egyébként pedig az ingatlan vásárlás az a legjobb befektetésnek tűnt, hogy ne a bankban álljon a pénz a járvány idején. Kár, hogy a járvány előtt vásárolták ezt az ingatlant. Tehát lehet, hogy már előre tudták, hogy jön a koronavírus, amikor még a világ nem készült erre. Hát egy bő fél évvel, igen. Szóval ezt lopásnak hívják, ami történik, tehát azért nevezzük annak, ami. De hát a Fideszben ez régi szokás, hát emlékszünk, amikor a Párcégházból lett Orbán papának bányája. Tehát ami történik, az egészen felháborító, és az látszik, hogy az Orbán kormánya határoninél és határon túli magyarok esetében is úgy tették a nemzetegyesítésnek egy ilyen sajátos fogalmát képviseli, amikor a határon túliakat és határon innenieket is meg kell lopni. Tehát ez egészen egyszerűen főháborító, ennek az embernek azonnal le kéne mondania, Kövér Lászlónak, ha nem tudott róla, akkor ki kellene rúgnia, de olyan nincs, hogy Kövér László nem tudja, hogy a kabinett főnöke hol lakik, tehát Kövér Lászlónak is azonnal távoznia kellene. Az számít, hogy itt alapvetően nem közpénzről van szó. Ez is egy érdekes történet, hogy milyen forrásból van ez a támogatás. A 24.hu ennek is próbált utána járni, hogy egy tajvani milliárdos üzletember nevével jelzett cég adhatta a pénzt, de ők ezt először tagadták, aztán azt mondták, hogy valóban ez az üzletember a magánüzlet feleitől kért ilyen célra Magyarországra támogatást, de hogy nem közpénz. Tehát, hogy nem az magyar adófizetők pénze, ez számít. Mi a különbség? Nem arra, tehát ha mindenkinek mindent elhiszek, akkor se arra adta. Tehát ilyen értelemben nem számít, hogy közpénze vagy sem, és az egész mert pedig azért rettenetesen jó szó az, hogy felháborító, de hogy én inkább nevetek rajta, mert ilyenkor mindig az merül fel bennem, hogy azért kérem ki magamnak, mert hogy legyenek meg kreatívabbak. Szóval, hogy az, egy kis fáradtságot a hazugságba, meg a lopásba, egy kis kreativitást, hogy vigyünk bele, hogy ne az legyen, hogy úgy veszük ki a sportszeletet az osztálytárstáskájából, hogy így a szemmel láttára, hanem hogy így gondolkodjunk el azon, hogy majd ha kimegy vécére. Vagy, tehát, hogy egy kis kreativitás lenne benne, ezt tudom, hogy ez most így nagyon, nagyon hülyé hangzik, de ezért borzasztóan vérlázító, hogy ki gondolt, hogy ez majd nem derül ki? Ez pedig a másik kérdésem. Tehát nyilván azt gondolták, hogy nem fog kiderülni, de hát egyébként abban sem vagyok biztos, hogy az a cég az nem valamilyen magyar közpénznek a nem tudom én milyen rejtett úton kijutott összege, amiből visszacsurgatódott valamilyen módon. Nem tudom, csak nem tartom kizártnak, mert miért pont valakinek Tajvanból eszébe jutna, hogy a magyar határon túliaknak szeretne segíteni néhány 100 millió forint.
nem tartom ezt éppenséggel túlságosan életszerűnek. Tehát én még azt is gyanítom, hogy ott akkor is van közpénz, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincsen közpénz. De hát ami bukás, az lebukás. Tehát ez a pénz nem a határon túli magyar fiataloknak és a tehetséggondozásra ment el, hanem azért, hogy Orbán Viktor kabinetfőnökének családja egy luxus villában lakjon, egy luxus autót használva. És ha ez a hír eljut a határon túli magyarokhoz, akik ezekben a napokban egyébként több mint 700 ezeren megkapják a választási értesítést arról, hogy hogyan és hova kell regisztrálni, hogy majd a tavaszi választáson részt vehessenek, vajon befolyásolja az ő döntésüket, vagy teljesen fölösleges? Tenném azt a kérdést, hogy egyáltalán eljut-e? Tehát, és hogyha igen, akkor hogyan? Mondjuk, hogy nem tudom, mert nem néztem M1-et ma, de például azt se gondolnám, hogy ott ezt nagyon reklámozták, vagy hogy akár a kormánynak bármelyik médiumában ezt megírták volna. Nyilván szűrve jutnak el oda is a hírek. Nem kevés pénz van egyébként a külföldi magyar médiumban ott is. Ugye a történetben annyi még a pikáns, hogy ugye Kövér László szokása, vagy illetve az ő környezetét szokása Fideszen belül ilyen puritán, ilyen szinte önsanyargatóan egyszerű életmódot élő puritán házelnöknek tekinteni, hát most derül ki, hogy azért erről szó nincsen, mert kizártnak tartom, hogy ő erről ne tudott volna, hogy a kabinet főnöke hol lakik. Kövér László még ennél sokat többet tud, még azokról is, akik nem a kabinet főnökei. Tehát szemreben és nélkül megbüntet ellenzéki képviselőket azért, mert mondjuk kimerik nyitni a szájukat, és elmondják az igazat az országgyűlésben, ugyanakkor a kabinet főnöke határon túli magyaroknak szánt pénzből dorbézol egy luxus villában. Na jó, de ugye arról semmi bizonyítékunk nincs, hogy erről Kövér László tudott, viszont ekkora rizikót a lebukással vállalni a házelnöknek. Kövér László kabinet ne tudna, hogy a kabinet főnöke hol. De mondjuk azt, hogy nem tudta. Egy normális országban elhiszem neki, hogy nem tudta, ez kibukik, és azonnal, ahogy ez már is hangzott, azonnal azt mondja feláll, hogy akkor most mondjál le, elhatárolódom, ilyen nincs, ez megengedhetetlen. És akkor elhiszem neki, hogy nem tudta. De azóta se szólt egy szót sem, hogyha jól tudom. Az ilyen ügyekkel az ellenzéknek egy esetleges kormányváltás után bármi kezdeni valója van? Mert ez egy ilyen pici sztori. Lehet, hogy mutat valamit egy működési módból, de úgy egyébként 2-0-val nagyobb nagyságrendekről szokott beszélgetni az ellenzék. Hát ez csak a, hát hogy úgy mondjam, még csak azt sem mondhatom, hogy hab a tortán, mert annyi hab van már, hogy tehát naponta van 2-3 ügy, amin simán föl kellene háborodni, és azt kell, hogy mondjam, tömegeknek kellene utcán lenni azért, hogy ez a szégyen ne történhessen meg. Hát csak abban lehet bízni, hogy a választók jövő áprilisban megértik, hogy ezt, hát hogy úgy mondjam, halmazati büntetésként leverik a Fideszen a szavazatok formájában, aztán pedig, ha van elszámoltatás, a DK szerint legyen elszámoltatás, akkor nyilván mindennek, aminek lehet, utána kell menni. Hát én is azt gondolom, hogy mivel naponta 15 ilyen van, ezért most melyiket emeljük ki. Amit lehet, azt el kell rendezni jogi úton, ebben teljesen biztos vagyok, de hát ez nyilván nem az én dolgom lesz, én majd csak mint választó roppant módon fogok ennek örülni, ha megtörténik. Már itt félszóval Szabó Tíme büntetését említette Gréczi Zsolt, ezzel megyünk mi is tovább, és időközben meg is érkezik Zelényi Zoltán. Dugó volt? Igen, sajnos. Egy szusszanás, egy kortvíz, addig mi megmutatjuk azt, hogy Szabó Tíme a Kövér Lászlótól kapott giga büntetése ellen most éppen hova próbál fellebbezni. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a házelnöki döntés 114 igen szavazattal. Szabó Tíme a Párbeszéd társelnöke október közepén kapott rekordösszegű 9,7 millió forintos büntetést Kövér László házelnöktől. Az ellenzéki politikus a Fudan Egyetem budapesti kampuszának megépítése ellen tiltakozva tűzött ki egy zászlót a parlamenti pulpitusra. Én biztos vagyok abban, hogy megnyerjük a Strasbourg-i bíróságon ezt a pert, hiszen Kövér László nagyon súlyosan sértette a véleménynyilvánítás szabadságát. Az ellenzéki politikus büntetését a fizetéséből vonják le havi részletekben. Szabó, aki eddig összesen
11 millió 800 ezer forint bírságot kapott Kövér Lászlótól, most a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Jut eszembe, mi a helyzet a rabszolgatörvényen, ficsúrak? A Jobbik elnöke is rekordösszegű büntetést tudhat magáénak. Korábban ugyanis a házelnök 9,6 millió forintos büntetés rót ki rá, mert leficsúrozta a fideszes politikusokat, így most Jakab Péter fizetése is a minimálbérre csökkent. Jakab Péter a büntetései kapcsán szintén Strasbourghoz fordult. A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint jó esély van arra, hogy a bíróság az ellenzéki politikusok számára kedvező döntést hoz. És akkor itt még egyszer mutatjuk, hogy ez az akcióért 9,7 millió forintot. De Gréci Zsolt azt mondta, hogy fizetett szintén? Persze. Én nem tudom, miért 9,7. Mi nem 10,3 vagy 8,6? Tehát mi alapján? Tehát, hogyha nem kommunistázza le a Fideszt, egyébként meg teljes joggal tette, akkor az hova kerülnek a tizedes vesszők, vagy az egész számok? Tehát ilyen. Ez nem lehet tudni. Nyilván, én nagyon fontosnak tartom minden ilyen esetben, hogy európai szintére viszik ki a Magyarország gyűlési képviselők, mert ez tényleg a képviselőjogok korlátozása, ami zajlik. Gyakorlatilag én nem is emlékszem, hogy van-e olyan ellenzéki képviselő, más nem, akkor a rabszolgatörvény kapcsán, a parlamenti akció kapcsán mindenki kapott, vagy majdnem mindenki kapott valamekkora büntetést. Szóval én nagyon messze menően támogatom Szabó Tímea esetében is, meg Jakab Péter esetében is, hogy ez nemzetközi porondra kerüljön, és abban bízom, hogy sikerrel is járnak. Ugye megnyerte az előválasztást Szelényi Zoltán, tehát hogy országgyűlési... Akkor rosszul mondtuk, és akkor rosszul is írtuk fel. De pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen úgy nézni ezeket a jeleneteket, hogy mennyire amortizálódott a parlament tekintélye, ezek az akciók is, ugye az elején még nagyon nagy népszerűségnek örventek, de azért ez egy nyári jelenet, tehát hogy most már egyre kevesebb van belőle, szóval, hogy ez bevált, nem vált be, és innen hogyan lehet visszahozni a parlament tekintélyét? Hát ezekkel a performanszokkal ugye az a probléma, hogy egy idő után már nem lehet elég magasra tenni a lécet és azt leütni, tehát szerintem Jakab Péterre is az volt a gond, hogy a zsák krumplival betalált a százas körbe, tehát ennél nagyobbat lőni már nagyon nem lehet. Én itt inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy Szabó Tímea kiáll a saját jogaiért, és ezzel példát mutat tulajdonképpen nem csak az ellenzéki politikusoknak, hanem minden magyar embernek. Mert ha minden magyar ember kiállna a jogaiért ugyanígy, akkor azért a Fidesznek egy kicsit jobban meg lenne kötve a keze, véleményem szerint. Hát igen, csak ugye azért Szabó Tímea és a Blicknek nyilatkozta, hogy azért megüti a családi büdzsét, még hogyha ő, nem tudom, bruttó 2,4 milliót keres is, hogy 5 hónapig most minimálbért visz haza. Nyilván mondja, hogy érti, sok embernek ennél sokkal nagyobb problémája van, de ha még őt is így érinti ez, akkor egy átlagembernek azért súlyos egzisztenciális fenyegetettség lehet kiállni a kormánnyal szemben, akár bizonyos ügyekben, vagy kimenni egy tüntetésre, hát ismerjük ezeket a helyzeteket, nem? Ezeket ismerjük, de közben azért szeretnék ide kapcsolódni, mert örülök, hogy azt hallottam, hogy egy idő után már tényleg nem lehet hova rakni a lécet, és én sose szerettem ezeket a minden elismerésem Hatázi Ákosnak a munkájáért, meg teljesen szent őrült, de az a tábla, amit bevitt, meg, tehát nekem ez... Egyszerűen azt látom, hogy csak megyünk lefele, és közben egyébként ettől egy percig nem kevésbé felháborító Kövér Lászlónak az erődemonstrációja, az, hogy már pedig itt én mondom meg, hogy mik a szabályok, és hogy tehát, hogy ez biztos, hogy nem ér 9,7 milliót, de közben Kövér László ugyanúgy beszól, hogyha még a képviselőtársaim nincsenek berúgva, akkor nem tudom. Tehát, hogy jó, és akkor hova keverjük még magunkat kocsma színvonalra, ami amúgy sokszor kicsit még magasabb színvonal is, mint ami a parlamentben néha megy. Ez a Bödős Tibor mondta valamelyik interjújában, nem is olyan rég, és csak egyet érteni tudok ezzel. Egyébként, ha mérjük a parlament színvonalát, akkor ezek a bizonyos átöltözések, meg demonstrációk, ezek már a 2010 előtt is megtörténtek, csak akkor még a Fidesz próbálkozott ilyenekkel. Tehát azért ne feledjük el, hogy csak akkor még olyan állapotban volt a magyar demokrácia, hogy ezt a szólásszabadság, vagy a véleménynyilvánítás szabadságának tekintette a házelnök, vagy a magyar nyilvánosság is. Tehát nem járt érte büntetés. Az országgyűlés tekintélyét a Fidesz rombolta le például azzal, ahogy például bánik az ellenzékkel, ahogy folyamatosan az ellenzéki
pártok és politikusok jogait korlátozza. Ezek a reakciók, ezek mind azért vannak, mert muszáj valamilyen nagyon erős reakciót adni, mert ha ő azt mondja, hogy te hülye vagy, én meg azt mondom, hogy te vagy a hülye, nem történik semmi. És ez a választóknak bejön? Tehát a fórumokon ez felmerül? Emlékeznek rá? Vagány dolognak tartják, vagy pont, hogy ők is úgy veszik, hogy hát már ne licitáljunk egymással az akciókat? A választók sokkal jobban szeretik, mint a magyar nyilvánosság, vagy az újságírók. Uh-huh. Tehát Jakab Péternek a krumplis akcióját például én azt vettem észre, hogy sokan fagyalogtak a nyilvánosságban, de a szavazók azt mondják, hogy milyen jó megmondta neki, vagy a kupec, vagy a hatházi tábla. Tehát én is ott ültem. Hűha. De hatházi Ákos, lehet, hogy az uglói győzelméhez vastagon hozzájárultak az efféle akciók. Tehát itt ezt nagyon nehéz szerintem így kisakkozni, hogy mi a sok és mi a kevés. Másik szerintem az, hogy nem biztos, hogy ezek a performanszok vagy az erős beszólások koptatnák a parlament tekintélyét, mert én emlékszem, a 90-es években jártam a brit parlamentbe, ugye a legrégebbi parlamenti demokrácia, hát ott azért kemény dolgok elhangzottak, például John Major, aki akkor éppen miniszterelnök volt, azt mondták, hogy az ellenzék sorai, vagy a brixtoni szegény gyerek, aki azért nem lett kalauza a két fedelő buszokon, mert túl magas volt ahhoz, hogy beférjen. Tehát keményen osztják egymást. Nem vagyunk hozzászokva, és azt gondolom, hogy igazából ezeket a performanszokat a büntetés teszi nagyon hát kritikussá mindenki szemében, a választók szemében is, és az ellenzéki politikusok szemében még, is. Még egy szempontot. Egy mondatot, Az első ilyen performance, az a bizonyos rabszolgatörvény ügyi tiltakozás, mikor elfoglaltuk a pulpitot, stb., az indította el a hatpárti együttműködést. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, ezt annyiszor emlegetik az ellenzéki politikusok. Akkor indult el. Hogy az maradandó volt. A házon belül akkor alakult ki olyan belső szolidaritás az ellenzéken belül, ami aztán... Ez volt az első rész, mi most elindítjuk a reklámot, és utána tartsanak velünk, pár perc múlva folytatjuk. Folytatjuk is a napirét Szelényi Zoltánnal, Barna Zsuzsával és Gréci Zsolttal, és mielőtt a negyedik hullám egyre ijesztőbb adatait mutatnánk meg önöknek, egy jó hír, ami azért ritkaság ebben a másfél éves járvány hullám sorozatban, és ez Karikó Katalin is, hogy őre büszkék lehetünk, és mutatunk a napképe rovatunkban egy címlapot. Lehet, hogy elsőre nehéz lesz őt fölismerni, de ez bizony ő az amerikai Glamour magazin címlapján, mégpedig azért, mert a Glamour magazin az évnőjének választotta őt, aki egyébként elsőre nem akarta elfogadni ezt az elismerést, de a lánya rábeszélte, hogy igenis szükség van egy ilyenfajta kiállásra és példaképre is. Nyilván ő nem érzi otthon magát egy ilyen női trendmagazin címlapján, de azért ez egy nagyon vagány és nagyon elismerésre méltó dolog, nem? Greta Thunberget is egyébként pár éve címlapjára tette a Glamour. Nekem az jutott eszem, hogy akkor Glamour napokon most majd vajon akkor mire lesz kupon, de hogy most komolyra fordítva, hogy ez tényleg annyira vagány dolog, és jó ránézni, és ezzel semmi gond nincs, és nem lehet hol belekötni, és olyan ritka valami, amiben nem lehet hol belekötni, hogy ennek kell örülni nagyon. Igen. Én meg azt gondolom, hogy nem baj, hogyha van híd a nagyon szigorúan vett egészségügyi közélet, és a vírus, és a halál, és akkor most hányat oltsunk be, igen, és most kell-e maszk, vagy nem kell. Itt van korunk hőse, egy hölgy, aki oroszlán részt vállal egy fantasztikus találmányban, ami életeket ment, hát milliók életét mentette meg, és hogyha őt megismeri az a közönség is, amelyik nem mondjuk egészségügyi folyóiratokból tájékozódik minden áldott nap, hanem mondjuk ilyen közkedvelt folyóiratokból, annak mi csak örülhetünk, és ha oda van írva, hogy ő egy ilyen hungarian asszonyság, hogy idézzem valaki mástól, akkor az meg külön öröm nekünk. Úgyhogy hála Istennek, hogy ott van a címlapon.
Én, mint lányos apa pedig annak örülök, hogy egy példakép lehet minden leánygyermek előtt, hogy bizony szorgalommal, tehetséggel hova lehet jutni. Egy olyan világban, amit azért valljuk meg őszintén, mai napig még a nyugati világot is, a keletit meg pláne a férfiak uralják. Igen, igen. Most ez így szöget ütött a fejembe, amit mondtál, hogy lehet, hogy az oltásokat még ilyen glambú napi kuponnal is föl lehetne turbozni. Nem bármit, csak hogy többen oltassák magukat. Na, mert hogy akkor most jön a témában a rosszabbik rész, a rosszabbik hírek következnek, mert hogy olyan adatokat látunk most a Covid-dal kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy egy hét alatt 75%-kal növekedett idehaza azoknak az aránya, akik lélegeztetőgépen vannak, illetve akik kórházban, és ugye a tegnapi nap során 74-en meghaltak. Mutatunk egy összefoglalót a témában. Április közepén indult a kormány oltásra buzdító kampánya, 16 milliárd forintba került az akció, ám május közepén a miniszterelnök nem a remélt 6 milliómodik beoltottról számolt be. Megvan az 5 milliómodik beoltott magyar állampolgár is. Azóta több mint 6 hónap telt el, és a beoltottak száma még mindig nem ért el a 6 milliót. A magyar kormány sunyog nem hajlandó kiadni azokat az adatsorokat, amelyek bizonyíthatnák azt, hogy az oltás működik. A szocialista Újhelyi István szeptember 15-én fordult közérdekű adatigényléssel a miniszterelnökséghez, az EMMI-hez és a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, hogy megismerhesse a kórházi ápolásra szorulók és elhunyt COVID-fertőzöttek oltottsági adatait. A két minisztérium és a hatóság is azt közölte vele, nem kezelője az adatoknak. Újhelyi szerint azért nem kap információt, mert itthon a kínai gyártó javaslata ellenére a 65 év felettieket is oltották Sinopharm vakcinával, és ők kerültek most kórházba. A kormány a múlt héten a munkáltatók kezébe adta a döntést, hogy a munkavállalóinak kötelezővé teszik-e az oltást. A Népszava írta meg, hogy a Tesco és a Lidl dolgozóinak nem kötelező a vakcina felvétele. Karácsony Gergely Facebook oldalán osztotta meg, hogy a szakszervezetekkel közösen döntenek a kérdésről. Jól számolok, hogy itt összesen 12 oltásunk van? Igen. Tehát mindenkinek megvan a mindenkinek szerintem három. Mindenkinek szerintem van. Senkinek sincs négy. Jó. Na majd február környékén. Mert hogy ugye az a szörnyű, hogy mindenkit buzdítunk arra, hogy első, második, harmadik oltást adassa be, de ugyanakkor tudjuk, hogy ezt a negyedik hullámot már a most beadott oltással nem nagyon lehet kivédeni, mert mire az immunitás kialakul, mert túl leszünk rajta. Szóval most már csak a maszk, csak a távolságtartás, csak a higiénia számít, nem? Ugyanakkor pedig azt kell mondani, hogy a kórházba került betegek közül nagyon kevés, illetve az intenzív osztályon kezelt betegek közül nagyon kevés az oltott beteg. Tehát sajnos, ugye, ahogy a Merkeli professzor úr is mondja, ez az oltatlanok járványa. Tehát akár egy oltás is véd, a három oltás meg nopláne. Hát nyilván nagyon fontos lenne az átoltottságot fokozni ahhoz, hogy biztonságban legyünk, és valóban egyébként arról pedig külön kellene beszélni, hogy a járványügyi intézkedések vajon miért nem lépnek életbe, miért nem rendeli el a kormány a zárt térben a maszkviselését, miért nincsen karantén, miért nincsen kontaktkutatás, hiszen ezek szintén nagyon hatásos fegyverek. Hivatalosan van? Hát, de ők maguk is mondták, a Gulyás Gergely kimondta a kormányinfón a saját szájával, hogy ez nincsen. Tehát az, hogy papíron van, az semmit nem jelent. Egyébként, amikor nem csak papíron volt valójában, akkor sem nagyon volt, valljuk ezt be. Egyébként személyes történet az, hogy ugye az én kisfiam osztályában is lettek gyerekek COVID pozitívak, és mondjuk október 14-én kaptam meg a kormányhivatal értesítését, hogy három nappal korábban már karanténban volt az én fiam. Aha. Természetesen az iskola értesített bennünket, tehát otthon tartottuk, sőt én le is teszteltem, szerencsére negatív lett, de látszik, hogy nem működik a rendszer. Hát ugye sok probléma van. Az egyik az, hogy például a kormány áttolja a felelősséget. Folyamatosan ebbe próbálják elhárítani. Azt mondják, hogy döntsenek a cégek, döntsenek a szakszervezetek, döntsön a kerület, döntsön a város, mindig döntsön, csak ő nekik ne kelljen dönteni, mert tudják, hogy mindenféle korlátozás az népszerűségvesztéshez vezet. Ugyanakkor csak jelzem, hogy amikor kitört a járvány, akkor 20-30 halottnál bezártuk az országot, most meg 74 volt csak egy nap alatt, és az ország úgy csinál, mintha azzal, hogy fölveszük a villamoson a maszkot, azzal
akkor ezt megoldanánk, ezt a problémát. Ez a szám mostantól napról napra nőni fog. Itt akár több száz halott is lehet egy nap. Tehát én is, ha lehet, akkor mindenkit arra szeretnék kérni, hogy egyrészt oltsa be magát olyannal, ami jó oltás, viselje a maszkot, és ha lehet, akkor próbáljuk meg rábeszélni azokat az embereket is az oltásra, akik ezt elutasítják. Én tudom, hogy ezt sokan, például van olyan párt, amelyik ebből most kampányt csinál, hogy majd ő a nem beoltottakat képviseli, de hát azért szeretném jelezni, hogy azt sem tudjuk, hogy, mert ugye, hogy nem tudjuk, hogy mi van az oltásban, hát a párizsiban sem tudjuk, hogy mi van, és abban az oltásban sem tudjuk, hogy mi van, amit az egyéves gyerekünknek a karunkon bevisszük, és ott beleszúrnak, azt sem tudom abban, hogy mi van pontosan, csak tudom, hogy jó neki, mert azért kapja. Min múlik az, hogy valaki ezzel a felelősséggel él vagy nem él? Ugye nagyon érdekes, hogy pont két fideszes polgármesterről derült ki, ugye Pokorni Zoltánról, illetve Kovács Péterről, a 16. kerület polgármesteréről, hogy ők kötelezővé teszik. Ezt én nem tudom, de a ritka alkalmak egyik, hogy Pokorni Zoltánnal egyetértek, nagyon népszerűtlen szoktam lenni társaságban azzal, hogy nem vagyok arra győződve, hogy kötelezővé kellene tenni az oltást, de hogy még egy picit visszacsatolva itt az előzőhöz, hogy valóban ugye a Fidesz a népszerűségvesztéstől fél, és hogy közben az mennyire cinikus, hogy tényleg mindenbe belemásznak, hogy az ember hálószobájába bemennek, meg hogy mit mondhatok a gyereknek, mit láthat, nem tudom ki, tehát mindent megmond. Hát ebben, ami meg tényleg egy lényeges dolog lenne, ebben hirtelen ők nem döntenek, mert hogy hát majd akkor legyen népszerűtlen az a cég, ami ezt előírja. Közben meg pontosan azt gondolom, hogy nem tudom hány most fejből, nekem is van gyerekem, de nem emlékszem, hogy hány kötelező oltást kapott, mert ha nem adatom be neki, akkor bekopog a gyámügyesnél, és azt mondja, kezit csókolom, mi tetszik. És azért nem értem, hogy ez mitől számítana jogfosztásnak. Én azt gondolom, hogy itt most diktatórikusan is. Hát ugye azt szokták mondani, hogy azokat nagyon régóta, évtizedek óta ismerjük azoknak a hatásait, ezek új technológiák, egy új vírus, nem? Ilyeneket szoktak mondani, amiért óvatosabbnak. Igen, szóval én nem feltétlenül vagyok a híve a kötelező oltásnak. Bizonyos munkakörökben valószínűleg kötelezővé kell tenni, így például az egészségügyben, ahol a kötelező is, tehát ott elbocsátották azokat a kollégákat, akik oltatlanok voltak, de én azt gondolom, hogy rá lehet venni a lakosságot arra, hogy felvegyék az oltást. Hát ott van Portugália, ahol 90% felett van az átoltottság. Semmi más nem kéne tenni. Transzparens tájékoztatást nyújtani, beengedni a forgatóstávokat a kórházakban, mert az embereknek nincs fogalmuk arról, hogy mi történik egy hullám csúcsán, vagy felívelő szakaszában. Tehát megint az a probléma, rá fog borulni az egészségügyre ez az egész történet, és egy csomó ember azért hagyta el a pályát, mert kiégtek, mert tönkrementek, mert fizikailag és lelkileg nem lehet elviselni azt, hogy 12 órás műszakokat szkafanderbe, és hogy életerős, egészséges embereket elcsomagolni. Ez borzasztó, és ezt nem tudják az emberek, mert senki nem mutatta meg nekik. Meg hát ugye a védettségigazolványhoz kötni kellene azokat a szigorításokat, amik korábban voltak. Ugye azt is látja a kormány, hogyha kötelezővé tennék az oltást, akkor mondjuk leállna a MÁV például. Tehát mert ugye vasutas, vagy nem tudom én, mozdonyvezető, belül nincs olyan sok, és azt mondja, hogy ő nem oltatja be magát, akkor mi van, akkor nem járnak a vonatok? Mozdonyvezetőt például nem, de a jegykezelőt igenis be kéne oltani. Én ezt értem, csak tudod, van a... Ez csak ugye lehet, hogy abból sincs olyan sok. Igen, egyrészt az a dilemma, hogy kötelezővé teheted-e számukra, de egyébként egyetértek abban, hogy egyszerűen egy csomó adatot nem hoznak nyilvánosságra, azt sem tudjuk pontosan, hogy hány ember van kórházban, milyen állapotok vannak a kórházakban, most megint a katonákat kivezénylik oda, de közben csupán annyit mondanak, hogy az oltás működik, és akkor az ország működik, na de nem mindegy, hogy milyen oltást kapott az illető, és ezt nagyon sokan rosszul szembesülnek azzal, hogy nekik azt mondták, hogy bizonyos oltások azok jók, de aztán kiderül, hogy annyira nem jók, és kellene rá egy harmadik oltás, de miért kéne nekem a harmadik oltást? Hitelességét vesztette el tulajdonképpen az egész. Közben. Így van, tehát hordjunk maszkot, ne hordjunk maszkot, össze-vissza ment a kommunikáció. Orbán fél, hogy leáll a gazdaság, erről van szó. Ezért nem
Még azért ugorjunk, hogy az utolsó témára még egy pici időnk jusson, mutatunk önöknek egy grafikont, ami gyakorlatilag, hogyha átböngészik, azt támasztja alá, hogy olyanokkal veszük magunkat körbe, akik hasonlóan gondolkodnak politikailag, mint mi. Egy fideszes, inkább a Fidesz-KDNP támogatóival, egy Momentumos pedig kifejezetten az ellenzéki körből várogat magának barátokat, ismerősöket. Ez az ideig intézet kutatása, és gyakorlatilag alátámasztja a személyes tapasztalatunkat, hogy mindenki a saját politikai véleményét hangoztatókkal gondolkodik szívesen együtt, vagy jár közös társaságba, és ez szélsőségesen megosztja a magyar társadalmat, egyébként európai szinten is. Ezt ki a saját baráti körében meg tudja erősíteni, vagy van olyan, aki azt mondja, hogy nem, neki jó barátja egy fideszes, vagy egy teljesen más gondolkodású? Nagyon nehéz ugye közös témákat találni, mert annyira ezek a vélemény buborékok annyira elkülönültek, hogy igazából ha csak nem úgy, hogy nem érintjük a politikai témákat. Tehát mennyi nekem téma van még azon kívül? Rengeteg van egyébként, persze, de nekem van olyan jó barátom, akivel tönkrement a kapcsolat a LMBTQ mesekönyv kapcsán. Tehát ezért ezek borzasztó dolgok, nem kéne ezt ennyire véresen komolyan venni. És hát ugye jön a kampány, tehát csak rosszabb lesz. De nekem az a bajom ezzel, hogy őszintén, és ez mindig el is mondom, hogy az, hogy a Fidesz tábor, én azt nem nagyon tudom, mert hogy abba egy belülről nem nagyon látok szét, de ugye az, hogy én is ellenzékiekkel vagyok körbevéve főleg, és hogy én itt is egy nagyon, hát egy súlyos gőgöt látok. És az, hogyha én nem ülök le valakivel beszélgetni, aki mást gondol, mint amit én gondolok, az szerintem az esetek nagyon nagy hányadában gőgből fakad, és ez nem jó. Le kell ülni beszélgetni, és akkor is le kell ülni, nem értünk egyet, és kultúrát európai ember nem ugrunk egymás torkának, vagy hát jó esetben nem. Úgyhogy én azért törekszem arra, hogy más véleményeket is halljak, mint ami az enyém. Ugye, az én esetem az mondjuk annyiban, hát ha szabad mondanom, cifrább, mert ha megjelenik egy társaságban, mindenki úgy érzi, hogy politikáról kell beszélgetni. Tehát onnantól nincs gyerek, film, színház, muzsika, foci, bármi, hanem és akkor mi van a Gyurcsánnyal, és akkor mi van a Karácsonnyal, és akkor most hogy lesz az Orbán, és én pedig olyan szívesen beszélnék időnként valami másról, de ahogy meglátnak, akkor rögtön a politika kerül szóba. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a buborékok szinte teljesen természetesek, hiszen újságíró gyakran újságíróval találkozik. Orvos gyakran orvossal találkozik, ügyvédekkel szokott kapcsolatot tartani, vitorlázó ember vitorlázó társaságba jár. Igen, középsuliba is a pankok meg a rockerek nem keveredtek. Meg a dürránosok, meg a depesesek, meg az illések, meg az omega, meg a... Tehát azért szerintem ez létezik, ez a buborék. Nyilvánvalóan jó lenne, ha a magyar politika nem lenne ennyire hitvány állapotban, hogy ne lehessen egymással szót érteni. Én például nagyon örülök neki, ha elmegyek egy koncertre, és ott régi, ma Fideszhez húzó zenészekkel találkozom, és akkor mindig tesztelem, hogy na, akkor milyen lesz, ha engem meglát, és az esetek 90%-ában. És meglát, és köszön. Na, ez legalább jó hír. Ilyen is van. Van például az ellenkezőjére is, de nem ez a jelen. Lejárt az időnk. Köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Simon András visszatér a szabadságáról, úgyhogy holnap majd ő várja már önöket a napírében. Most jön a híradó. Szép estét.